Az Országos Könyvtári Napok keretében tartott előadást Lóczi István október elején. A könyv bemutatón a svábok bejöveteléről hallhattak az érdeklődők a Városi Könyvtárban. Az iMédiás kiadó igazgatója ezúttal a teljes trilógiát ismertette. A könyveket több más kapcsolódó kiadvánnyal együtt kedvezményesen vásárolhatták meg a programra látogatók. Rövid részletként ismerjék meg a könyvek szerzőjét, a teljes előadást magazin műsorunkban követhetik figyelemmel. Ugye a mai ennek a könyv trilógiának a szerzője, ugye Adam Müller-Buttenbrunn, egy bánáti születésű német szerzőről van szó. Tényleg csak röviden az életrajzáról, mert lesz, akinek ez ismétlésként hangzik. Ugye ő az, aki a szülőfalúja nevét vette fel írói névként, tehát ez a Buttenbrunn, ez a szülőfalúja Arad és Lippa között van, tehát a bánátnak az északkeleti csücskében, egy mára elrománosodott településen, és gyakorlatilag az a kérdés teszi fel a könyveiben is, ezek megjelennek, ezek a kérdések, hogy hogyan használok jobban a hazámnak, hogyha ott maradok a szülőfalumban, vagy legalább a környékén, és ott leszek íróvá, de magyar nyelvű íróvá fogok válni. Ugye nagyon sok ilyen sors van a magyarországi német irodalomban a 19. század végén, 20. század elején, közepén, tehát a 20. század tulajdonképpen sok ilyen van. Vagy pedig, és akkor ezt választja, elmegy egy Bécsbe, ahol német nyelven írhatom meg a könyveimet, és bár messze vagyok konkrétan az otthoniaktól, de hát, ha nagyobb szolgálatot teszek így a szülőhazának. Na most ez ugye nem dől el, tehát ez a kétség, ez végigvonva, minden könyvben lehet találkozni ezzel, hogy valami azért lelkismereti kérdésként megmarad, de mindesetre a döntése ez, és más írókhoz hasonlóan, hogy Bécsben él egy ismert, híres, a sok oldalú alakja lesz az osztrák irodalomtörténetnek is, színházigazgató Bécsben, tárcákat, újságcikkeket ír, politikai jellegű megszólalása vannak, amik vitathatóak, vitatják is, ez nekünk nem témánk, most különösebben itt a regényekről van szó. És ugye a magyarországi német történelemhez, hagyományokhoz kapcsolódóan írja meg ezt a három történelmi regényt, ami most itt van, és ugye ennek a közös címe az, hogy Savoyai Jenőtől második Józsefig, ugye nyilván ez egy német cím eredetileg, Savoyai Jenőtől második Józsefig, tehát a 18. század lényegében a németek évszázad, egy német évszázad Ausztriában, tehát a keleti birodalomban Magyarországot is beleértve ebbe. És a három regény a svábok bejövetel, de Grosse Schwabenzug, az irgalmas császár, az a Barnherziger Kaiser, illetve a József der Deutsche, ami a magyar fordításban a József és a németek birodalma címmel jelent meg, mivel a tartalmának ez így tökéletesen megfelel.